No, szeretettel köszönök mindenkit, harangoznak, tehát elkezdhetjük már ja igen, az Andi és a felvétel kedvéért még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit, és külön szeretettel köszöntöm Varga Sanyit, aki visszajött haza mi hozzánk, mert hogy azért mégiscsak az alapdiplomáját azt itt szerezte nálunk, és hogy hova sodorta az élet, azt majd mármint, hogy szakmailag, azt tőle fogjuk majd itt megtudni, és azt azért, akit nem, mert ugye nem tudjuk a számítógépet most körbe mutatni, de azért még vannak más hajdani diákok is, akik itt ülnek mellettünk, ugye Kuruc Réka is, és Radák Jani is, őket is szeretettel köszöntöm, meg természetesen a mostani diákjainkat, meg pláne és különösen, Sanyi, akkor a floor is yours. Köszönöm szépen. Én is tisztelettel üdvözlök mindenkit itt a helyszínen és a Teams előtt is, és előre nézést kérek, itt a sok videoklippel készültem, és ezeknek az átállása itt mindig bonyolult lesz, mert hogy ki kell jelentkezni a PowerPointból, és akkor elindítani a videót, visszacsatlakozni a Teams-el. Úgyhogy mindig néhány másodperc türelmet megkérek ezeknél a felvételeknél. Tehát, hogy a Szegedi Tudományegyetem Néprajz és Kultúra és Antropológia tanszékén dolgozom jelen pillanatban adjunktusként, és itt vezetem a magyar nyelvű táncantropológia, táncfolklorisztika specializációt, illetve van egy angol nyelvű nemzetközi képzésünk, ez a Corel Mundus névre hallgat, ez master képzést és képzés, és hát így röviden annyi, hogy tánckutatókat képzünk. Mindenfajta tánc típus vagy táncfajtára is igyekszünk minél szélesebb kulturális körben mozogni. És emellett a BTK Zenetudományi Intézetének tudományos munkatársa is vagyok. És igyekszem ezt a két munkát így egymással párhuzamosan, egymás kiegészítő és egymással összefolyatva végezni. Ez azért is szerencsés ez a találkozás, mert hogy ugye a Zenetudományi Intézetnek van a világon az egyik legnagyobb néptánc archívuma, sőt, hogyha a gyűjtőhelyeket nézzük, akkor gyakorlatilag ebből a szempontból milyen a legnagyobb, mert hogy Kárpát-medence szinte minden harmadik településéről van valami adatunk a táncra vagy tánczenére vonatkozóan, és ezeket én nagyon jól tudom használni a kutatásaimban, oktatásaim során. Azok a videoklipek, amiket itt nem sokára bemutatok, ezek is mindegyike gyakorlatilag az intézet archívumában található. És hát itt a cím, ugye itt új utak a tánckutatásban, a koreomuzikális interakció vizsgálata. Elég sok idegen szót fog használni, úgyhogy készültem egy fogalomtárral, azzal nyitunk majd. És ez azért van, mert hogy vannak ezeknek magyar fordításai, de ezek a magyar fordítások nem mindig fedik le olyan pontosan azt a jelenséget, amiről éppen beszélünk, mint az angol kifejezés. Úgyhogy emiatt is fontos ez. Először is a koreomuzikológia, vagy az etnokoreomuzikológia kifejezésre annyi szeretik elmondani, hogy ez egy elég széles fogalom, nagyon sok minden bele tartozik, főleg a koreomuzikológia alá. Ugye itt egyrészt a táncos és a zenész kapcsolatáról van szó, ami lehet formális, illetve tartalmazhat informális elemeket is. Formális elem például, hogy a valamilyen szokásnak megfelelően a táncos megfogadja a zenészt, és aztán kifizeti, tehát hogy van egy ilyen materializált része, illetve vannak olyan informális elemek, amik abban a rendszerben, amikor egymással kölcsönhatásban lépnek, táncol, és másik pedig zenél, akkor jelennek meg, és akkor válnak élővé. És a mai alkalommal leginkább ezekről az informális elemekről lesz majd szó, de hogy nem csak ez tartozik a koreomuzikológia alá, hanem a tánc és a zene kapcsolata is ide tartozik. Sőt, hát van, aki azt mondja, hogy a mozdulat és a hang kapcsolata is ide tartozik, és hogy itt már egy olyan területen vagyunk, amiben nagyon sok tudományág beleártja magát,
ugye a tánckutatás, a zenekutatás, pszichológia, kognitív tudományok, performance kutatás és az akusztika is. Nemrég ismertettem meg Szegeden egy kiváló akusztikussal. Nagyon kevés van Magyarországon egyébként akusztikai mérnök, akivel nagyon jókat tudok beszélgetni ezekről a kérdésekről. De most ami miatt mi etnokorom muzikológiáról beszélünk, az amiatt van, mert hogy itt a néprajzi terepmunka során megfigyelt jelenségeket, vagy felgyűjtött adatokat vizsgálunk, tehát hogy ez a fókusz, és mindenféle olyan módszert használunk, amit a néprajzosok mindegyike ismer, és a résztvevő megfigyelést is, amit itt hangsúlyosan esik latba, mert hogy a résztvevő megfigyelés során, akik ugye táncolnak és együtt táncolnak mondjuk így adatközlőkkel, azok csomó olyan tudást szereznek a testükön keresztül, testük által, megtestesült tudást, vagy testbeágyazott tudást, ami plusz adatokat hoz egy érzékeny látásmódot, hoz egy olyan finomra hangolt vizsgálati módszert és értelmezési lehetőséget, amire korábban nem is gondoltunk. Annak idején, amikor néptáncosként jártuk a falvak táncmulatságait, akkor ez még így nem volt a fejünkben, és azt se gondoltunk, hogy ez egy külön kutatási terep lehet, pedig kézenfekvő. Tehát, hogy erről is szó lesz ezen alkalommal. Ugye azt kell még itt tudni, hogy az európai-amerikai gondolkodás, főleg a modernitás óta, de ennek megvan a történeti hagyománya is, a táncot és a zenét teljes mértékben külön kezeli. Gondoljunk itt csak mondjuk a protestáns prédikátoroknak azokra a szövegeikre, amikor elítélik a táncot egymás fajtalan tapogatása miatt. A zenéről nagyon kevés szó esik, a zene és az ördög kapcsolatával, leginkább a tánc és az ördög kapcsolatával voltak elfoglalva. Tehát, hogy a testnek volt egy olyan, a test megjelenésének volt egy olyan negatív kontextusa és egy negatív jelentése, ami egyértelműen, ezt látjuk tudománytörténetből mind a mai napig, valamilyen szinten a háttérben ott van, és a tánckutatás emiatt, hát hogy is mondjam, akadémia disziplinaként intézményesülése során mindig kicsit később lépett a zene kutatás nyomába. És a népzenekutatás és a néptánckutatás között is meglehetősen korlátozottak a lehetőségek. Voltak korszakok Magyarországon is, amikor nagyon jól működtek együtt. Martin György egyébként kiváló zenekutató is volt, tehát ő egy személyben tudta megoldani azokat a problémákat, amiket ma már egyrészt a nagyon sokféle módszer miatt, amit használunk, a nagyon sokféle értelmezési keret miatt, amit használunk, és a rengeteg adat miatt, amit használunk, már csak kooperációval tudjuk megoldani, hogy specialistákat összehívunk, és ezt mindig nagy elánnal szoktam hirdetni, hogy ezt lehet tanulni a természettudósoktól, ugye, amikor 4-5 ember jegyez egy cikket. Tehát, hogy itt is érdemes megfontolni. Legalábbis a mi szűkkebben vett szakmánkra tényleg annyira speciálissá vált. Most már, ha csak arról beszélek, hogy a táncjelírásnak a számítógéppel megtámogatott újabb irányai teljes mértékben speciális tudást kívánnak meg. Na most azt ugye tudjuk, hogy mondjuk ez egy ilyen speciálisan euró-amerikai történet. Rengeteg olyan kultúra van a világon, ahol nincsen külön terminus, nem használnak külön terminus táncra és zenére, hanem nagyon sokszor egy szó vagy egy kifejezés alá vonják őket. De ezzel számtalan esetben például Erdélyben is lehetett találkozni idősebb adat közlőni, hogy táncolom a csárdás zenét. Például van ilyen lejegyzett interjú részletünk, tehát nem minden esetben beszéltünk ugyanaz abban azokkal a fogalmakkal, amikor beszélgettünk ezekkel az emberekkel. És hát több kutató azon a véleményen van, és itt egyértelmű ugye a kulturális antropológiának a hatása, hogy olyan belső vagy émikus fogalmakat próbáljunk meg használni, vagy próbáljunk megközelíteni a problémákat, amikkel a
a helyiek is dolgoznak, amit a helyiek is ugyanúgy értelmeznek, mint ahogy mi. Hát ez ugye felvet kérdéseket, de majd ezek a kérdések szerintem itt elő is fognak kerülni itt az előadás során. És hát, hogy miért koreomuzikális, meg koreomuzikológia, azért nem tudtuk jobban lefordítani. Semmi köze nincs a muzikális, mint zenéhez értő, zenét szerető ember megjelöléséhez. Így tudtuk ezt lefordítani. A következő, amiről itt szó lesz, ez a Hobbesnak a rövid 20. század kifejezése. Ugye ő azt értette alatta, hogy nagyon sok minden történt a 20. század folyamán, ahhoz képest, hogy milyen hosszú volt a 20. század, ahhoz képest rengeteg mindent történt, és hogy erről beszél, amikor azt használja, hogy a short 20th century. Itt ugye a nemzetállamok határai változtak meg, feudális jellegű társadalmi kapcsolatok alakultak át a kapitalizmus, illetve a kommunizmus hatására, stb. És hát ezt nem én állapítottam meg, hanem az ír kollégám, akiről nem sokára szó lesz, úgy vette észre, hogy az erdélyi mezőségi falvak társadalmi élete meglepően ellenálló tudott lenni ezekkel a változásokkal kapcsolatban. Én mondjuk úgy szoktam ezt használni, hogy inkább így a sajátos irányba indultak el változások a mezőségen, a modernitás hatására. De hogy emiatt mi azt gondoljuk, hogy mivel hogy elég ellenálló, hosszú ideig ellenálló társadalmi életről és kulturális életről beszélünk, inkább a hosszú 20. századdal szeretnénk erre rárímelni. Tehát, hogy mi a hosszú 20. századot használjuk, ami azt jelenti, hogy a 19. század közepétől már vannak adataink a mezőségi tradicionális táncok a zenékre, és a mai nap is, hogyha az ember elmegy mezőségre, azért még belefuthat olyan alkalmakba, amikor ezt önként és dalolva saját jókedvükből használják ezeket a táncokat, vagy ezeket a szokásokat. Az etnokoreológia, én etnokoreológusnak vallom magam, táncfolkloristának lettem kiképezve, de hogy a táncfolklorisztikában nagyon sokat hatott a táncantropológia, és olyan kérdések merültek fel, amit sem történeti perspektívából, sem esztétikai perspektívából, sem pedig formai, struktúrális perspektívában tudtunk megválaszolni. Tehát elindult a társadalmi kérdések felé, elindultunk mi is, és ezek a társadalom oldaláról, vagy a társadalom kutatás oldaláról megfogalmazott kritikák és kérdések olyan mértékben termékenyítették meg úgy vélem én a táncfolklorisztikát, hogy nyugodtan beszélhetünk most akkor így etnokoreológiáról, aminek a fő csapásvonala mégiscsak egyfajta formai, szerkezeti érdeklődés. Nem veszítettük el az esztétikát sem az érdeklődési körből, a történetiséget sem, de hogy igyekszünk ezekre a kritikákra megfelelő válaszokat adni. A következő fogalom ez a transgresszió kifejezés, a határátlépés, egy társadalmi normák által kijelölt határokról van szó, amin át lehet lépni, az átlépés az lehet csak pillanatnyi, vagy rövid időre szóló, de lehet teljes mértékben akár normaszegés is, határozott átlépés. És emiatt az ember társadalmi helyzete újra pozícionálódhat, tehát más társadalmi helyzetben találhatja magát, hosszabb vagy rövidebb időre. Ugye Foucault kezdte ezt bevezetni, a társadalmi normákkal és szerepekkel kapcsolatos határátlépés, és hát itt több olyan magyar kutató is van, tánckutató is, akik ezekkel foglalkoznak, például Pál Kovács Dóra kolléganőm, az a kükülőmenti páros táncokban előforduló fogások, érintéseknek a határátlépéseit vizsgálja, mert hogy ugye a magyarországi táncházasoknak, akik előszeretettel jártak Erdélybe táncolni, ugye egyik alapélményük volt, hogy a bácsik, akikkel táncoltak, rögtön letapogatták őket,
tánc közben, és hogy ezt próbálják valahogy így értelmezni, illetve visszafelé megnézni, hogy ez mennyire volt mondjuk szokásban a korábban, amikor ők mondjuk saját kultúrkörükön belül táncoltak. És itt a performance szót fogom használni többször az előadás helyett, mert hogy az előadáshoz magyar nyelvben nagyon erőtesen hozzákapcsolódik a színpadi előadás elképzelése, itt meg a performance-ról inkább úgy beszélnénk, mint egy olyan komplex közlésforma, aminek van társadalmi, én esetben van társadalmi üzenete, és nem csak az történik, hogy ülök egy színpad előtt, és mondjuk megtapsolom az előadás végén a színészeket, és tudták, hogy jók voltak, hanem hogy közel vagyok, akár bele is kiabálhatok, vagy bele szólhatok, ez emeli ennek az egésznek a komplexitását. Tehát az 1969-es sűrű tempó, hogy itt a néptáncosokhoz szóljak, ez egy társadalmi többlet jelentést hordozó performance természetesen, előadás is egyben, de hogy ennél bonyolultabb, nagyon sok minden történik ott, amiről korábban nem is beszéltünk, vagy nem gondoltunk. Az embodiment, vagy korporealitás, ez ugye testben ágyazott tudás, pszichológusok kezdtek ezzel foglalkozni, és aztán ugye a Thomas Csordás volt, aki a 20. század végén a kultúrás antropológiába próbálta bevezetni ezt. Pedig gyakorlatilag arról van szó, hogy a megismerés folyamata, vagy a tanulás folyamata az nem csak kognitív szinten, nem csak agyi szinten történik, hanem a testünkkel is tapasztalunk, és a testünkkel is formáljuk a kultúrát, oda és vissza hatások történnek. És hát ugye a táncantropológia nagyon gyorsan, természetesen, főleg a nyugatiak nagyon gyorsan ráharaptak erre a problémára, és ugye a mozgó test kulturális jelentéseit próbálják vizsgálni. De ez Magyarországon is egyre többen foglalkoznak ezzel, és tényleg ez kinyitott egy hatalmas nagy ablakot, mert hogy aki 15-20 éven keresztül, ha csak mondjuk a tradicionális táncokra való érdeklődésnél maradunk, 15-20 éven keresztül járt falvakba és tanult táncot az ottaniaktól, annak a testében azért felhalmozódott egy olyan tudás, ami nagyon is érdekes lehet a kutatás szempontjából, úgyhogy Jani, te leszel a következő interjú. És a test technikák kérdése, Marcel Mauss, ugye, aki ezt megírta a méltán világhírű tanulmányát a testtechnikákról, ugye itt a hagyományok által elő módozatok, ahogy a különböző társadalmakhoz tartozó emberek előírásszerűen hagyományhoz alkalmazkodva tudják használni a testüket. Nonverbális kommunikáció azért fontos, itt hoztam egy diagramot, amin én magam is meglepődtem, lehet, hogy ezt kommunikációs szakosok csinálták, de hogy azt mondják, hogy az emberi kommunikációnak 55%-a nem az nonverbális szinten zajlik. És hát ha a táncot úgy képzeljük el, mint egy kommunikációt, sőt a táncos-zenész kapcsolatot úgy képzeljük el, mint egy kommunikációt és helyzetet, akkor ez azért... úgyis mondjam, reményteljes képet ad a kutatásokra vonatkozóan. És hát itt különböző formái vannak a nonverbális kommunikációnak. Ugye ezzel Magyarországon többen foglalkoztak, Hoppál tanár, Folyt Vilmos tanár, az etnoszemiotikáról beszélve, és a táncantropológiával is, ugye Könce Csilla, aki a nonverbális kommunikációval, a tánccal, mint nonverbális kommunikációs eszközzel foglalkozott. És ezen belül, ami nagyon fontos az esetünkben, az a térhasználat, a proximika, nem mindegy, hogy milyen messze vagyok a táncosként, mint a zenésztől, ami ugye az is egy kommunikációs forma, térbeosztásával, térhatárok kijelölésével, ezek szűkítés, tágítás, és ezzel foglalkozik, és ugye azt mondja ki Edward Kicsőhol, hogy az emberi térérzékelés és térhasználat kultúra függő, és itt megígértem, hogy visszacsatolok a pécsi éveimre, a Nagy Zoltán tanáról szemináriumán hallottam először, és ennek hatására kölcsönöztem ki a
a kötetet. Visszacsatoló interjút azt elég gyakran csináljuk tánckutatóként, mert hogy van egy táncfelvétel, és akkor azt visszavisszük a helyszínre, és megkérdezzük a helyieket, hogy mi a véleményük a saját, mondjuk így performanszukról. Jól csinálták, nem jól csinálták, megfelele ez az ő általuk elképzelt optimális képnek, ki hol rontott, egymást kritizálják, nem jó helyen állt a kamera, tehát még bármi előfordult ezzel kapcsolatban. Ugye a pont az a tánc és a zene ritmikai és szerkezeti illeszkedésének a kifejezése, ugye egy 8 ütemes, hogy ez egy pont, hogy ezt a tartalmat, időtartalmat jelezzük mondjuk pontnak, vagy amikor lezárjuk ezt, mint hogyha pontot tennénk a mondat végére, és a zenei műszó, a cezúra, amikor a prímás egyszer csak tényleg pontot tesz a zenei mondat végére. Na most én ugye hoztam az ismertetőt, amit már előre elküldtem, mert hogy ezek a fogalmak így nagyjából előfordulnak benne, tehát hogy az erdélyi mezőség falvainak, ez a 20. századi tánc és zenei gyakorlatáról lesz szó, amely keretet biztosított ahhoz, hogy a cigányzenészek és a parasztátusok egy régi szokásrendszer szabályának segítségével kezeljék, finomra hangolják a közöttük esetlegesen előforduló konfliktusokat. Etnokoreológiai megközelítéssel vizsgálom a koreomuzikális előadás intim pillanatai által kínált társadalmi újrapozícionás lehetőségeit, és hát ugye a magyar táncfolklorisztika és a zene folklorisztika az a táncot meg a zenét ugyan tudta, hogy egymással összefügg, de mégis egymással párhuzamosan futó külön rendszerként kezelte, mi meg próbáljuk ezt valahogy összekapcsolni, összeborítani, és megnézni azt a vékony mesdjét, ahol ezek találkoznak, és egymást formálják, egymásra hatnak. Tehát ez egyben egy esztétikai kérdés is tud lenni, ha úgy tetszik, művészet, vagy művelődés történeti kérdés is tud lenni, de azt gondolom, hogy fontos társadalmi kérdés is tud lenni, és eljön egészen máig a helyszínen is, és a revival szintén is táncház mozgalom. Tehát, hogy van ennek egy időbeli kifutása is. És hát, na most ugrik a majom a vízbe, megpróbálom akkor most lejátszani egy felvételt, és megpróbálom ezt úgy beállítani, hogy a Teams előtt ülők is láthassák. Egyszer kell a hang, egyszer. Az 1969-ben készült a felvétel, széken, mezőségen. Azért fogjuk kétszer megnézni, mert hogy az emberek mindig a mozgás követik, szerintem egy zenészet. Elejére is koncertáljunk a és a zenészekre szerfekül egy kérdések. Lehet látni a cezúrán. A vonókezelésből nagyon szépen látszanak a, ha nem is hallja az ember a zenét, de avatott szem látja a pontnak a végét. Bocsánat, most kérdezem, akik netről nézik, hogy most a PPT-t látják? Most a Sanyit látjuk. Akkor meg is
mi a PPT. Jó. Az a beszéd meg a videó hang az nem mindig hallatszott párhuzamosan. Tehát téged szaggatottan hallottunk a zenét, azt jól. Az a lényeg. Most akkor látható, ugye? Most a PPT, igen, visszajött. Tehát, hogy itt ugye beszéltünk a pontokról, zenei zárlatokról. A táncnak a lényege gyakorlatilag, hogy két részre oszlik, van egy szekvencia, amikor lábfigurákat táncolnak, és van egy szekvencia, amikor csapásoló motivumokat, és mindegyik szekvenciát, mindegyik pontot csapásoló motivummal zárnak le. És ez a csapásoló motivum, tehát a lábütés, az teljes mértékben egyben van a cezúrával, a vonókezeléssel. És ha sokszor megnézi az ember a filmet, akkor látja, hogy a kontrás is segít, meg a bőgős is segít, tehát hogy itt van egy folyamatos kommunikáció, annak ellenére, hogy a férfiak körben állnak, és gyakorlatilag háttal a zenészeknek. Nem véletlenül nevezik egyébként, azt gondolom, sok erdélyi faluban segítségnek a kontrást, meg a gordonost, tehát hogy ők azok, és majd fogjuk látni, akik a prímást is kisegítik bizonyos helyzetekben. Ami talán, és remélem, mi szerint átjön ezekről a filmekről, hogy itt egy nagyon gyors, elég energikus és dinamikus folyamatról van szó, dacára annak, hogy sok résztvevő van, de hogy nagyon együttlüktet a tánca a zenével. Az erdélyi mezőségről csak röviden annyit szeretnék mondani, hogy itt ez a helyszín nagyon sokáig egy gazdaságilag jó prosperáló terület volt, ugye Erdély éléstárának is emlegették sokáig, ami aztán különböző történeti sorscsapások hatására a 17.-18. századra ez a fajta ökológiai és gazdasági diverzitás ez nagy mértékben csökkent, és a magyarok visszaszorultak szigetszerű diaszpórákba. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a 17. és a 18. században is volt két vagy három olyan háborús helyzet, éhínségek és járványok, amelyek statisztikai adatok szerint nem egy esetben 80-90%-ban kipusztították a helyi lakosságot. És innen jön az a nagy kérdés, hogy az a kulturális kontinuitás, amit a magyar néprajz feltételez korábbi évtizedek, évszázadokból, hogy az mennyire lehet valóságos ott a helyszínen, két-három alkalommal, hogyha eltűnik a 80% a populációnak, ott az gondolom nagy kérdéseket vett fel. Emiatt javasoltam egy korábbi munkám, ami Hoffer Tamásnak a Frontier elméletét, ami azt jelenti, hogy egy tabula rasa után elkezdődik egy új beletelepítés, és nem csak balkáni népek részéről, hanem magyar népek részéről, és egyébként a magyar névanyag, ezt családnévanyag, ezt alátámasztja ezt a gondolatot. De minden esetre nem is ez a lényeg, hanem hogy van egy nagyon erőteljes infrastruktúrás és gazdasági elmaradottság ezek miatt az események miatt, amit gyakorlatilag a mezőség mai napig nem tudott ledolgozni a környező területekhez képest, ami nyilván egy csomó tradíciónak a megmaradásához, vagy egy sajátos irányú alakulásához járult hozzá. Emiatt eleinte egy elég negatív kép élt a szociográfusok irodalmára, később a néprajzosok oldaláról is a mezőségek kapcsolatban, és aztán a 40-es, 60-as években induló zene és tánckutatások, aztán a táncházmozgalom, aminek a fókuszába került, jeleve táncházmozgalom bölcsője, mert a táncház kifejezés mezőségről származik. Tehát, hogy ezek a visszahatások, ezt megfordították, ezt a negatív képet, és Keszeb Vilmos nagyon szépen mondja, hogy elindul a mezőség pozitív mítosza, arra építve, hogy itt egy érintetlen, arhaikus, autentikus, és még rengeteg kifejezés lehet használni ezzel kapcsolatban. Kultúrát lehet találni, és ami még nagyon fontos, amiről Bartók, Lajta László, és aztán később Martin György is beszél és ír, hogy igazi zene és táncbeli többnyelvűség találtak, hogy egy etnikailag tényleg sokszínű terület, román, magyar, cigány, szász, örmény, zsidó és más lakosokkal legalábbis az 1940-es évekig. Hát a kutatás története ez ott kezdődik, hogy
hogy a legelső testbe ágyazott mezőségi táncokkal kapcsolatos adatokat, vagy tudásomat, azt még a Buson Magyarul egy Ajta Néptánc Együttes táncosaként, mint minden más néptáncos szereztem. Táncoltuk a mezőségét, és aztán ugye tánccsoport vezetőnk kapcsolatai révén két mezőségi faluval kerültünk kapcsolatba, hívtunk el táncosokat, velük együtt táncolni próbáltunk tőlük tanulni, illetve mentünk helyszínen, ez 1990-es évek elején történt, és én 95-től jöttem a Pécsi Egyetemre tanulni, először német szakra, majd 97-ben vettek át néprajzra, de már behallgattam korábban, és gyakorlatilag engem már akkor ez a terület nagyon érdekelt, és próbáltam azokat a kérdéseket, amik itt az oktatás során megfogalmaztak, megnézni ott, vagy feltenni ott, és hát 98-99 őszén, telén sikerült egy állomáshoz a terepmunkát végezni, ami gyakorlatilag annyiból állt, hogy ugye Kolozsvárra kerültem ki cserediáknak, és Visában kaptam albérletet, és azon őszön megszűnt a buszközlekedés Kolozsvár és Visa között, tehát mint Malinovszky ugye beragadtam a terepbe, de ez hála Istennek a kolozsvári kollégák ezt elnézték, hogy nem vagyok jelen mindig, és a faluban nagyon sok minden történt, ami engem érdekelt, és hát ebből írtam, a táncos-zenész kapcsolatról írtam a szakdolgozatomat 2003-ban. Ez azért emeltem ki, hogy a téma, amiről most beszélek, ez nem a földről kaptam fel, vagy kaptuk fel, hanem hogy ennek van egy elő története. És aztán 2006-tól több témában, a mezőséggel kapcsolatban több témában írtam tanulmányokat, és aztán a disszertációm is így arról szólt, egy mezőségi falunak a 20. századi tánckultúrának a változását próbáltam úgy megnézni, hogy a történeti, politikai, gazdasági és okológiai kérdéseket, amik mögötte húzódnak, próbáltam valamennyire megvilágítani. Tehát itt, amivel kezdtem, hogy történeti, formai, szerkezeti és esztétikai kérdések mellé felsorakoztak szépen társadalmi kérdések is. És itt van egy előnyös fotón Colin Quigley kollégám, Limerick-i Egyetem professzora, most megy ma a nyugdíjba. És párhuzamosan velem, gyakorlatilag ő is a 90-es évek elejétől kutatott mezőségen, de valahogy soha nem találkoztunk 10 évig, és aztán 10 év után találkoztunk, és aztán egy közös 10 évet dolgoztunk együtt, hát hol együtt, hol külön, de hogy tudtunk egymásról is elég sokat voltunk együtt. Ugye Los Angeles-i származás, ott a Los Angeles-i Egyetemen volt kulturantropológus, zeneantropológiával foglalkozott, és aztán átjött Európába, és itt európai terepeken kutatott. Más kérdésfelvetésekkel, más iskolai háttérrel, teljesen más habitussal közelített a témák felé, mint én. De meg tudtuk oldani a közös munkát különösebb konfliktusok nélkül, és mind a kettőnket nagyon sokat gazdagította ez egy folyamatos eszmecsere, mert hogy ő és én is sok mindent másképp látunk. Elkezdtük, mikor felmerült ez a téma, hogy akkor ezt a táncos-zenész kapcsolatot kicsit bővítsük, és akkor a tánc-zene kapcsolatát is próbáljuk bevonni, és akkor nézzük meg az esztétikai oldalát, meg a társadalmi oldalát is. Újra kellett olvasni egy csomó szakirodalmat, amit korábban ismertünk, de nem ezzel a szemüleggel olvastunk. Azokat a testbe ágyazott tudásokat, amiket korábban szerzett ő is, mint zenész, mert egyébként gyakorló zenész, és én is, mint táncos, ezeket megpróbáltuk akkor felidézni. Én addig nem is gondoltam, megmondom őszintén erre, hogy ez a kutatás saját magam lehetek, a saját magam kutatás témája. És hát ugye résztvevő megfigyelés során is egy csomó adat előjött, és megpróbálom ezt valahogy úgy megoldani, hogy mindenki lássa. Bocsánat itt az átállásért.
Itt ugye arról van szó, hogy egy táncmulatság után kikötöttünk a helyi erdész lakásába, Radák János barátommal. Most nem tudom, hogy éppen kinél van a kamera, talán nálad, Jani, ebben, ez esetben. És én korábban, tehát ennek van egy előtörténet, én korábban egy szintén falusi mulatságban megfigyeltem egy nagyon érdekes módot, ahogy ezek az emberek kommunikálnak egymással, mégpedig úgy, hogy az emberek körbe állnak, középen áll a zenész, és mindenki az oda megy, és muzsikálja a kedvenc dallamát, és nem szólnak semmit, mindenki farccal hallgatja, csak egyszer csak így elkezdi így billegtetni a fejüket, és a zenész is elkezdi így billegtetni a fejét, és ez azért volt nagyon feltűnő, addig nem is láttam, de hogy amikor ez zajlott körülbelül egy negyed órája, akkor a Duna TV forgatócsoportja egyszer csak megjelent a helyszínen, és elkezdtek felvételeket készíteni, és mindenkinek hirtelen megváltozott a viselkedés, és mindenki elkezdett így mulatozni. A magyar nép magatartása táncban és zenében András Falvi Bertalannak a tanulmányát ajánlom. Akkor ott gyorsan beugrott, hogy ez tényleg érdemes. Tehát, hogy itt van egy régebbi stílusú viselkedési mód, tánc és zene, vagy mulatság és zene közben, és ez egy ilyen véletlenül találat. Csak így röviden mutatom, és próbál visszamenni, bocsánat, a PowerPointhoz. Elnézést, ez. Most jó, igen. És utána ugye próbáltunk visszacsatoló interjúkat készíteni, akkor mit is látunk itt, de senki nem tartotta különös dolognak, hát szoktunk így is, meg szoktunk így is. Az idősebbek inkább régebben, mintha gyakorlatilag csinálták volna ezt, de hogy tényleg nem tartottak semmi, nem csatoltak hozzá semmi különös magyarázatot. Viszont a táncfilmeket emiatt túlból kellett nézegetni, tehát az archív filmeket. És ez egy néma film, úgyhogy itt most nem kell hang, de azért azt meg kell osztanom megint. Elnézést, hogy a képernyőt osztja meg, akkor ha kattintgat, akkor látszani fogjuk. Igen. Szuper. És ezt hogy csináljuk? És ezt hogy? Nem indult. Én most már nem merek ebbe belemenni. Korábban. És hát itt van a bácsi, aki háttal áll a néni kezét fogva. Nem látszik, de szembe áll velük egy zenész. És a kucsmáját tessék figyelni a bácsinak. Tehát, hogy előjönnek azok a mozdulatok, akár tánc közben is. És akkor vissza. További módszerünk volt még az, hogy ezt ilyen nagyon szerencsétlen funkciós táncfilmezésnek szoktuk hívni, tehát gyakorlatilag az, amikor a helyiek rendeznek valami alkalomból táncmulatságot, lakodalmat, és akkor egyszer csak megjelenünk mi, és próbálunk bekéreckedni és felvételeket csinálni, illetve megrendezett filmfelvételek, amiket mi rendezünk meg a mi kérésünkre táncolok. Ennek is aztán nagyon sok variációja van. Az utóbbi időben csináltunk egy pár rekonstrukciót, például olyan koreomuzikális szabályokra vonatkozóan, proxemikai szabályokra vonatkozóan próbáltunk. És hát különböző interjúkat készítettünk, illetve hát eleve rendelkezésünkre állt egy nagyon komoly néprajzi dokumentáció korábbról, saját magam közel 25 éve tartó kutatásából, amit megint át kellett lapozni, és meg kellett nézni, hogy amikor beszélgettünk.
erről, hogy arról vajon előfordultak-e olyan adatok, amit mi tudunk használni. És hogy ezeket a módszereket meg folyamatosan forgattuk körbe, tehát hogy mindig valamilyen, mondjuk egy interjúba feljött egy érdekes adat, akkor azt megpróbáltuk megnézni másik oldalról is, tehát hogy ez soha be nem fejeződő történetről van itt szó. És hát a kutatói pozíciónk az meg így gyakorlatilag le van írva, hogy, hogy a Kalinnak van egy kicsit távolságtartó kritikai, nekem meg van egyik közelebbi fókuszom. És hát itt folyamatosan vitatkoztunk, beszélgettünk, próbáltunk együtt értelmezni a dolgokat, és hát ennek során ezek a pozíciók ezek mindig így finomodtak, meg így mozdultak, de minden esetre nagyon hasznosnak. A táncos és a zenész kapcsolatról, ugye ezt mondtam, hogy két külön párhuzamos rendszerként kezeltük nagyon sokáig a táncot és a zenét, és hogy nagyon ritkán elemezték ezeknek az egymáshoz való viszonyát. Nem azt mondom, hogy soha, mert hogy vannak elszórva tanulmányok, és hogy amikor erről beszélek mondjuk Pávai Istvánnal, vagy más zenekutatóval, akár tánckutatóval, mindenkinek van, persze felfigyeltünk mi erre, de hogy nem ez volt a fókuszban, és például Sebő Ferinek egy nagyon jó kis mondata van erről, hogy érdemes említést tenni arra az egészen kreatív külön kommunikációs kapcsolatról, majd a táncolók és a zenész között alakul ki. Ugye megadott szabályrendszeren belül egyidejűleg történik a rögtönzés, és hogy itt a zenész szempontjából a külön figyelembe kell kísérni a táncos technikai érzelmi szempontból is, amellett, hogy ugye neki muzsikálni kell, és ezeket a szerkezeteket össze kell passzítani. Ez nagyon komoly tudást igényel egyébként. És hát gyakorlatilag én erről írtam két tanulmányt is, amiben azt próbálom fejtegetni, hogy vannak formális és informális jegyek ebben a kapcsolatban, és hogy az a fajta aláfölé rendeltség, mivel a szolgáltató zenészeknek nagy jelentős része cigány zenész, van egy aláfölé rendeltségi társadalmi viszony, és hogy ezek hogy változhatnak, vagy hogyan hangolódnak át bizonyos esetekben úgy, hogy majd hogy nem egalizálódnak ezek a, és hogy mint ilyen ugye, a társadalmi kohéziónak egy eszköze tud lenni ez a fajta együtt működés. Tehát a koreomuzikális megközelítés az informális elemek, apró, finom mozzanatoknak elég részletes vizsgálatát, legalábbis ezt tűztük ki magunk elé, amelyek élővé teszik, és akár pozitív, akár negatív irányba elterelhetik a táncos zenész viszonyt, és ezen túl, ezen keresztül, vagy emellett ugye a többség-kisebbség viszonyát is, és így hozzájárulnak a lokális társadalom működéséhez. Ez egy meglehetősen új megközelítés, gyakorlatilag most megy körbe egy tanulmánykötet, ami kifejezetten ezzel foglalkozik, ez a most tudom, hogy idén vagy tavaly jött ki, tehát hogy relatíve új, és hát itt ugye ezt a sokrétű kölcsönhatás rendszert próbáljuk egy etnokoreomuzikális nézőponton keresztül megnézni, és olyan kérdéseket kérdezünk, hogy ilyen esetekben kibitokolja a hatalmi pozíciókat, ezek a hatalmi pozíciók változnak-e, a mindennapi élet hierarchiái hogyan nyilvánulnak meg ilyen performanceban, befolyásolja a performance ezek hierarchiáknak a kijelölését, határátlépéshez vezethetnek-e, mi az esztétikai minőségnek a szerepe ebben az egész történetben. Ez egy idézet, amit mezőségen számtalan alkalommal lehet hallani, tehát hogy Colin Quigley hívta rá fel a figyelmet, hogy neki mindig mondták, hogy jaj, jönnek a zenészek, az nagyon jó, de mennek a cigányok, mikor vége van a táncmulatságnak. Tehát, hogy azon a falvakban, ahol ő kutatott, ott ezt rendszeresen románok mondták neki. Ugye a cigány az csak cigány, ez a magyarok alkából szokott elfordulni. Hozzá kell azt tenni, hogy azért mezőség az a kevés területek egyike, ahol ez a fajta szegregáció nem annyira erős, több más helyen sokkal erőteljesebb szegregációval lehet találni, de van. Tehát, és meg kell vizsgálni ahhoz, hogy megértsük ezt az egész folyamatot, és ezt az egész
ezt a pozíció, kiinduló pozíciókat meg tudjuk nézni, ahhoz meg kell vizsgálni a társadalmi státuszukat, és ugye ezt tudjuk, hogy egész Európában szegregáltak legtöbb esetben, kisebb vagy nagyobb mértékben, de van velük szemben megfogalmazott diszkrimináció. A helyi társadalmi ranglétrán sem ők a töltik be a csúcspozíciókat, lent vannak. Tehát van egy speciális helyzetük, és ezen belül a cigányzenészeknek van még speciális helyzetük, ami kicsit kilóg ebből, mert hogy az a fajta szolgáltatás, amit ők végeznek, mégiscsak közel áll mindenki szívéhez, hogyha úgy tetszik. Tehát, hogy itt van egy olyan érzelmi elfogadás, ami olyan terepet biztosíthat, hogy ezek a pozíciók ezek kicsit változhatnak, de ehhez kell ez a fajta koreomuzikális interakció, mondjuk mi. Ugye itt beszélhetnénk a falu belső hierarchiájáról, ami egyértelműen mind a mai napig földbirtok vagy állatállománytól, nagyságától függ, és ugye ez ugye a zenészekre ez egyik sem igazából jellemző. És az is nagyon érdekes, hogy ez a kulturális gyakorlat szemben áll a táncházmozgalom kulturális gyakorlatával, ahol a magyar palattai zenészek a sztárok, tehát ezt bátran lehet mondani, mint a populáris kultúra hősei gyakorlatilag hasonló módon kezelik őket itt. Tehát óriási a különbség a két fajta szcéna között, hogyha úgy tetszik, de Lynn Hooker nevezető amerikai kolléganő, fiatal hölgy, aki utóbbi 5 évben tevékenyen részt vett, talán a budapesti Vadrózsa táncegyüttes életében megtanult magyarul táncolt, stb. Ő azért azt vette észre, és közben kultúrantropológus, közben azt vette észre, hogy amikor kélesednek a szituációk a táncházmozgalomban, mert hogy nem tudnak megegyezni pénzben, stb., akkor ott is előjönnek azok a szegregációra, diszkrimináció utaló jelek, amik mindenhol máshol elő fordulnak. És itt meg kell említeni a kutatóknak az etnocentrikus látásmódját, tehát hogy én magam is többször voltam olyan helyzetben, fogadtam zenészeket, veszekedtem velük, saját magam is részese voltam ilyen értelemben ennek a pozíció harcnak, nem is tudom, hogy mondjam, nem túl szép kifejezés. De hogy nyomtatott tanulmányokban találkozunk olyan megfogalmazásokról, ami 80-as, 1980 volt például, amit ma már biztosan nem írnánk le, de hogy ez azért jellemzi a kutatói hozzáállást is sok esetben. Tehát itt ugyan olyan megalázó helyzetekről írtak itt ebben a tanulmányban, hogy porba kellett fetrengeni a zenésznek, úgy kellett leeresztették a kútba, hogy mélyen szóljon a hegedű, fölkötötték a fa tetejére, amik egyértelműen megalázó helyzetek, és ugye ezt próbáljuk, mint kutató, úgy tisztára mosni interpretáció közben, hogy hát jeleneteknek egyébként sem a zenészek megalázása a cél, hanem mintegy hozzátartozik az urimulatás szertartásához, ami egyébként teljesen mindegy az ő szempontiból, hogy mihez tartozik hozzá. És hogy amikor erről beszél velük az ember, akkor kiderül, hogy ők sokkal több ilyen történetet tudnak, és bizony magukba zárva őrzik ezeket a problémák. Nagyon is megalázónak tartják ezeket a helyzeteket, még akkor is, ha látszólag elfogadják. Itt belefutottunk egy másik problémába. Ha jól emlékszem, az angol tanulmányok angol nyelvű változatban talában mindenhol romaként apostrofáljuk őket. Én ragaszkodtam hozzá, hogy a magyar nyelvű változatban cigányként emlegetjük őket. Azért, mert hogy, és itt végigfutottam Beck Zoliékkal is a kötelező köröket, a romológusokkal, tehát hogy gyakorlatilag a roma sem politikailag az sem korrektebb kifejezés, és mezőségen is élnek beás cigányok, akik nem tudnak mit kezdeni a roma szóval és a roma fogalommal, és hát ezt egy lábjegyzetben igyekeztem elmagyarázni, hogy itt nem tiszteletlenség, vagy nem politikai inkorrektség vezényel, hanem egész egyszerűen ezzel tudok csatlakozni korábbi tudományos tradíciókhoz, ahol egyértelműen cigánynak nevezték, tudom, hogy problematikus, de hogy hasonlóan problematikusnak találom a roma kifejezés, és nem akarok
most azért kicserélni két kifejezést egymásra, hogy az egyik probléma helyett beütessek egy hasonló jellegű másik probléma. És ott a helyszínen cigányok használják. Igen. Ugye a falusi táncélet szokásait, ahogy mondtam, a 19. század közepétől dokumentálják, több-kevesebb intenzitással dokumentálták mezőséggel kapcsolatban, és ugye tudjuk azt, hogy ez a dokumentáció nagyon sokáig nem vett tudomást a minden társformáló modernitásról, tehát hogy csak az archaizmusokra fókuszált, és nyilván ez egy egyoldalú képet ad, de ennek ellenére azt bátran mellem mondani és vállalni, hogy bár elveszítették a jelentőségüket ezek a tradicionális szokások, akár táncokról beszélünk, akár tényleg szokásokról beszélünk, de bizonyos értelemben jelen vannak az emberek tudásában, az emberek testében, sok esetben akár mindennapjaikban átformálva, és hát ugye ezek találtak maguknak egy új területet, a fesztiválokat és a táncház mozgalmat, és ezek nagyon érdekes és izgalmas ezeknek a találkozás története. Mezőségen félhivatásos és műkedvelő zenészek zenéltek, félhivatásosoknak a cigányzenészeket, a műkedvelőknek pedig a parasztzenészeket mondtuk. Nagyon sokan voltak, tehát hogy csak egy faluban, ahol mélyfúrásszerű kutatást végeztem, a 20. században 80 ember zenélt úgy, tudott úgy zenélni, hogy azzal mondjuk gyerekek mulatságait ki tudott szolgálni a professzionális vagy félig professzionális cigányzenészek mellett. Tehát, hogy volt egy nagyon élénk tánc és zenekultúra, még az 1950-es években és 60-as években is ezekben a falvakban. Aki néptánc csoportban jár, az tudja, hogy heti két és fél óra próba az 5 óra, ugye, és ezzel tanulunk meg táncokat. Itt 10-15 órák hetente teltek el tánccal, illetve zenének. Ha még valaki érdeklődő volt, akkor ennél jóval több is tudott lenni. És hát ugye nagyon változatos körben szolgáltatták zenét, nem csak táncra, hanem különböző rituálékat kísértek. És bizony, főleg a lakodalom, az nagyon fárasztó volt itt. Ugye a Ádám István Icsán nevezetű, akit az első filmklippen is láttunk, ő volt a prímás, mondta ezt Halmos Bélának, hogy nagyon nehéz és fárasztó. És hogyha valaki tényleg úgy ül végig egy kétnapos lakodalmat zenészek mellett, hogy odafigyel, hogy mi történik, hogy iszonyatosan ölik magukat és eszik magukat zenélés közben. Nagyon hangosan kell zenélni a legtöbb esetben, és viseljak hívták fel a figyelmet, hogy figyeljen meg, üljek a zenész mellé, és hallgassam meg, hogy képviseli a zenét. Ez a képviseli a zenét, az azt jelenti, hogy saját magában mormol, és képzeljük ezt a belső feszültséget, mondjuk egy 30 órán keresztül, hogy teljesen megfeszülve, ülve a porba, néha kávéval, meg pálinkával enyhítve ezen a dolgon dolgozik 30 órán keresztül, és ugye erre mondja Icsán, hogy nem kell semmit se csinálni, hogy két fadarabot fogjon az ember így 30 órán keresztül, és akkor nagyjából sejthető, hogy ezek az emberek milyen mérik meg a 70-et. Tényleg nem, tehát nagyon kevés az olyan idős cigányzenész, aki 70-en felül. A zenészfogadás ez egy nagyon fontos társadalmi és gazdasági rendszerként működött az erdélyi mezőségen, túlélve egy 20 évet körülbelül a TS szervezést is, de korábban ez jóval fontosabb volt. Tehát, hogy a helyi gazdálkodásban, földművelésben egy nagyon fontos szerepe volt például a kalákáknak. Rengetegen és rengetegszer kalákáztak, és ez ugye táncmulatsággal együtt járt, sőt, amiatt kalákáztak, hogy legyen táncmulatság, de gyakorlatilag szinte ingyen munkaerőt jelentett nagygazdáknak, akik ugye zenét fizették csak, és a fiatalok pedig mentek nekik bérbeadva a munkát, hogy ő azt visszaforgatja majd nekik a zenélési alkalmakkor. És ennélkül nem lehetett volna fenntartani azt a fajta gazdasági
rendszert, ami jellemző volt mezőségén egészen a TSS-ítésig, de a TSS-ítést is túlélte a valamennyi 10 évvel körülbelül, a, sőt széke 20 évvel is a kaláka, mint jelenség. És hát kezesek is, vagy cigányfogadók voltak, akik foglalkoztak, és formális keretek közé szorították a táncos-zenész kapcsolatot. Ugye megtárgyalták, megszervezték, lebonyolították, rendfenntartottak, anyagiakat biztosították, stb. Tehát egy komplex feladat kellett nekik ellátni. És ez a rendszer, ez egész mezőségen ismert volt, a 19. század óta igazolhatóan része volt a falusi társadalmi életnek. És csak hogy egy példát mondjak, több olyan a TSZ-ben elég magas pozíciót elért emberről tudunk, aki az emberekkel való foglalkozást kezesként tanulta meg, és ők erről beszélnek is, tehát hogy egyfajta kulturális szervezőként azokat azt a tudást, amit ott megszerzett, hogy tudta aztán átmenteni más területekre. Tehát, hogy itt ez gyakorlatilag egy keretet ad a kezeseknek a szervezése, és ezek a tánc alkalmak, és ez a rendszer keretet adott a táncos-zenész interakció és kommunikáció nyitottabb pillanatainak. Ez egyfajta kliens-patronus. A kliens-patronus viszonyként is lehet értelmezni a táncos és a zenész viszonyát, tehát vannak kölcsönös társadalmi kapcsolatok, de aszimmetrikus társadalmi és gazdasági kapcsolatok vannak. Van egy aláföldi rendeltség ebben a társadalmi kapcsolatkörben, és amennyiben nem történik az alárendelt felől megfelelő szolgáltatás, akkor ott szankciók következhetnek be. Fordítva sokkal nehezebben, tehát a cigányzenésznek sokkal kevesebb eszköze áll rendelkezésre ahhoz, hogyha nem történik meg a szerződésben foglaltak szerint, nem úgy jár el a kezes vagy a zenész fogadó, hogy valamiféleképpen szankcionálni tudja ezt a helyzetet. Ilyen szituáció leginkább a gyerekek táncán fordulhatott elő, mert hogy ott az idősebb jogán a zenészek gyakorlatilag fegyelmezték és irányították sőt, egyfajta tehetséggondozó szerepet is betöltöttek, tehát táncol és tanították a gyereket. Ez később is előfordult egyébként fiatal legénykorban is, hogy ugye a cigányzenésznek egy jelentős része nagyon jó táncos is voltak, de hát ezek a társas kapcsolatok a kicsi táncon kevésbé voltak terheltek, mint mondjuk felnőtt korban. És egy csomó történetünk van azokról a szituációkról, amikor ezeket a társadalmi határok úgy tűnik, vagy ezek a normák, hogy kicsit így engednek, és ugye a határokon át lehet billenni. Visából Kis Zoltán, császár Zolti bácsi sokszor mondta azt a történetet, hogy gyerekként hányszor látta, hogy az édesapja mennyire szívesen fogadja a zenészeket, és hogy a zenészek is mennyire szeretik, és tényleg ott két-három generáción keresztül nagyon jó kapcsolatot ápolt a császár család a vagy a palotkai zenészekkel, és nagyon sok olyan gesztus történt mind a két részről, ami ezt a fajta aláfölé rendeltségi viszonyt úgy vélem, hogy finomítja, és Szék ebből a szempontból egy speciális helyzet volt, mert hogy a széki táncokhoz a környező falvak táncja nem hasonlítanak, tehát hogy a széki zenészek azok tényleg specialisták voltak, nem lehetett más faluról zenészt hozni, tehát a széki fiatalság, ahogy Novák Ferenc is írta, tényleg összenőttek a muzsikusok a táncosokkal. Most tehát itt van egy rugalmas gyakorlata a falusi, vagy volt egy rugalmas gyakorlata a falusi tradicionális táncéletnek, amelyben ezeket az interetnikus kapcsolatokat konkrét helyzetekben, és ezek a konkrét helyzetek mindig az a helyzet volt, mikor szólt a zene, és az emberek táncoltak, vagy mulattak rá, hogy ezek a konkrét helyzetekben folyamatosan, és minden nap igyekeztek újra tárgyalni, vagy ha nem is igyekeztek, de be is bekövetkezett. Mindennapi problémákat tudtak sok esetben ezzel felszínre hozni, vagy megoldani, és nagyon sok esetben azt látjuk, hogy személyes kapcsolatokkal hidaltak át szinte áthidalhatatlanak tűnő társadalmi szakadékokat, és ugye ez a koreomuzikális performance, amire mi kíváncsiak
vagyunk, voltunk, az nagyon jó terepet adott, és nagyon jó lehetőséget adott ennek a történetnek. És itt ugye idéztem egy mondatot magunktól, hogy a parasztáncosok és a cigányzenészek között gyakorta kialakuló bensőséges kapcsolatok a társadalmi élet olyan sajátos szegmensét alkotják, mely lehetőséget ad a cigányokat egyébként szigorúan szegregálva és marginalizáló korlátok átlépésére. Nézzünk egy kis térhasználatot. A táncoknak, illetve a báloknak a helyszínen, tánc ugye hétvégén, hétvégi tánc alkalmat nevezték táncnak, ezek 60-as évek végéig az úgynevezett táncházak voltak, ezek házaknak a nagyobbik szobája volt, akkor ezt nevezték táncháznak. Széken 1992-ig működött az utolsó táncház, több ilyen szobát le tudtunk mérni, ezek 20-25 négyzetméteresek voltak, és hát ugye itt 30 akár, de 70 személy is tudott táncolni, hogyha ismerjük a mezőségi táncokat, akkor tudjuk, hogy ezek eléggé helyigényesek, tehát hogy rögtön adódott a kérdés, hogy akkor hogy is félt el ott akár 70-en. Mi ilyet már kevesebbet láttunk, esetleg bálokban előfordult, hogy beszorultak ilyen táncházak, de leginkább már művelődési házakban láttunk táncalkalmakat, itt viszont 300-500 résztvevő is előfordult. Tehát a helyzet ugyanaz volt a helykihasználás szempontjából, vagy legalábbis hasonló. És akkor itt hoztam egy lassított némafilmet, amivel csak azt szeretném illusztrálni, ha sikerül, hogy Mezőgyéresen egy lakodalomban hogy táncolnak egymáshoz tömődve az emberek, és mivel hogy a színpadon éppen vacsora folyik, ezért a zenekart is betették a tömegben, és majd lehet látni, hogy a zenekar ugyanabban a hullámzásban részesül, amit a táncos tömeg kibocsát magából, és hogy háttal állnak a zenészek, hogy a hangszer kezelést ne zavarják, aki körbe befordulálnak a zenészek, vagy mindjárt látszik. Tehát látjuk a tömeget, és akkor ott vannak a zenészek. Tehát ugye van egy folyamatos fizikai kontaktus is a táncosok és a zenészek. Ez egy rövid kivágás, egy hosszabb felvételből. És bocsánat, most elindítok egy... Csak hogy lássuk, hogy ezek, aki esetleg nem ismeri a táncot, hogy tényleg helyigényes nagy. Mindegy, az nem sokkal inkább a mozgatban. Tehát ugye itt látjuk, hogy a férfi eldobja át, hogy a paralap tehát kell. Ez egy olyan vázlat, amiben egy táncháznak, vagy táncosháznak a proxemikai vázlat, egy páros táncot, forgós, forgatós páros táncot térhasználatát próbáltam meg rajzolni, és az a baj, hogy innen nem, de arra tudom menni, jó. Tehát itt van a pitvaron keresztül a bejárat, itt nyílik az ajtó, nem tudom, kurzót lehet látni. Ezek a feketék, ezek az úgynevezett félfüzetésesek, akik abban az évben konfirmáltak, nem mehetnek beljebb, csak az ajtó környékén. A fehér pontok azok a teljes jogú táncosok, akik ilyen nagy dzsumbújban dodgemelnek bent a gyakorlatilag egy tömegben, ahogy az előbb láttuk. És jobb oldalon, bár ez falvanként azért eltérő, tehát vannak olyan falak, ahol két oldalról álltak sorban, van onnan bal oldalon, de itt most ilyen pillanatban jobb oldalról állnak sorban a táncosok, és várják, hogy kiürüljön a zenekar előtti szent tér, ez egy hely, ahol tényleg van hely, ahol lehet táncolni, úgy táncolni, ahogy
ők ezt mondjuk szeretnék. És ráadásul az összes figyelem oda összpontosul, a zenészek figyelme. Itt ez a Pepita hely, ez a bámulóknak fent a legjobb hely. Tehát amikor megérkeztek a bámulók a táncra, akkor rögtön ide jöttek, mert itt lehetett zsűrizni a legjobban, hogy kikivel táncol, miért tapogatja, mit csinál, stb. Stb. Most ez azért fontos egyrészt, mert hogy nagyon sok érdekes dolgot elárul a falu társadalmi viszonyáról. Egyrészt, tehát hogyha a proxemikát nézzük a táncoknak, másrészt azt látjuk, hogy abszolút befolyásolja a táncot formailag, struktúrálisan, minőségben. Nem lehet úgy táncolni tömegben, mint ahogy táncol az ember szabadon a zenekar előtt. A zenész akkor figyel az emberre, mikor táncol a zenekar, akkor tud neki segíteni, akkor alakul ki igazából ez a koreomuzikális performance. És hát itt a forgós, forgatós táncok, amelyek nagy helyigényűek, ugye a táncalkalmak időtartamának a 80%-át tették ki, tehát hogy itt nagyon is oda kellett figyelni, és optimalizálni kellett a teret, hogy mit tudunk vele csinálni. És lakodalmakban is ugyanezt a tudást, amit ők kifejlesztettek a kis területen, a táncházakban, ők ezt hozták magukkal, és 300-400 ember esetén is meg tudták azt oldani, hogy mindenki tudott táncolni. Nekünk, akik Magyarországon próbatermekben tanultunk meg táncolni, ez egy komoly feladat volt, hogy túléljük ott a tömeget, tényleg komoly feladat volt, erről rengeteg történetet tudnék mesélni. És vannak különböző motívumok, amelyeknek nagyobb a térigénye, és vannak olyan motívumok, amelyek kisebb a térigénye. Például amikor a férfi üti a lábát, és közben támaszkodik a nő vállára, az egy statikus helyzet, ott nem mozog semmi. Helyi elmondások szerint ez nem érdemes csinálni a tömegben, mert rád zár a tömeg. Tehát, hogy nagy térigényű motivumokkal próbál mindenki dacára annak, hogy tömeg van, mert próbálja magának a helyet biztosítani, és itt a nőknek van egy nagyon fontos szerepe, a női könyöknek, hogy dolgozik, és tovább löki magát, és tehát, hogy mert időben vissza kell érni a helyre. Kar alatti forgatás, nők eldobása, a férfi átlagogé, illetve a kontaktus nélküli külön táncolás. És ezt sokan, tehát ugye megkérdezettek meg a jelentős, és ezt tudatosan elválasztja egymástól, hogy amikor a zenekar előtt vagyok, akkor bármit tudok csinálni, amikor a tömegben vagyok, akkor nem érdemes ezeket hát nyilván nem így mondják, hogy kis térigényű motív, de hogy vannak dolgok, amiket nem érdemes ott megcsinálni. És amit mindig javasoltak, hogy próbáljak szűken mozogni, a lányoknak is többször mondták, hogy akkor a helyen kell tudni megfordulni, mint egy kalap, tehát így letesznek egy kalapot, és ha az megy, akkor működik, meg kellett hozzá kurázs, tehát bátorság. És akkor néhány példát fogunk itt látni, a legjobb tánc mindig itt volt, mondták, és hát ezt mi is így tapasztaltuk, tehát a zenész előtt, mert hogy ott volt elegendő hely, és tényleg mindenki oda fókuszált, tehát hogy ott történt meg az, amihez tényleg kellett kurázsi, hogy odaálljon az ember, és akkor megmutassa, hogy mit is tud. Nyilván ebben van egyfajta kompetitív verseny helyzet is, de sokkal fontosabbnak tűnik így utólag is az a fajta kommunikáció, ami zajlik a táncos meg a zenész között. Na hát nézzünk egy... Itt végig kísérünk egy utat. Megpróbálom. Bocsánat. Na, még egyszer. Elindítom még egyszer. Hang, kép. Jó. Hát egy olyan szitút látunk, itt a szituációt látunk, hogy először, hogy a pár, akit itt kamerával vettem fel, az azért nem a tömegben táncol, mert hogy itt egy bal oldalon van egy ilyen 20 centis lejtés, tehát itt nem tudnak bal felé menni. Tehát gyakorlatilag ugyanúgy táncolnak, mint hogy a tömegben táncolnának,
akkor lesz egy olyan fázis, amikor sorban állnak. A sorban állásnak az egyik lényege is a, és itt női-férfi kapcsolatokról is érdemes beszélni, akkor udvarias a férfi, ha ő áll belül, védve a hölgyet, és aztán ahogy bemennek a zenekar elé, felveszik a szemkontaktust a zenésszel, a zenész elkezd nekik muzsikálni, átvált a kedvenc dallamukra, elkezdi támogatni hangszertechnikai fogásokkal a táncot, gesztusokkal megköszönik egymásnak, és arra mennek, ezt próbáljuk most itt meg. Akkor jön a következő fázis. Nem biztos, hogy az avatatlan szem észrevesz. A prímásnak lehet látni a fejét, hogy hol a éppen közeledő párra néz, hol a zenekarra. Itt gyakorlatilag az történik, hogy van a zenekaron belül is van egy folyamatos kommunikáció, van sok esetben gesztusokkal, vagy éppen hangszer használattal. Ugye, aki itt most jön, az egy jó táncos, egykor fontos szerepe volt a TS-ben, mindig külön pénzt ad a zenészeknek, és jó nagy darab erős ember. Tehát, hogy négy olyan attribútuma van János bácsinak, ja, és 8 évig volt kezes. Tehát, hogy a szüleüktől kezdve ismeri a zenészeket. Tehát, hogy 4-5 olyan attribútum van a János bácsinak, ami miatt már bizonyos pillanatok kezdve nem azzal foglalkoznak a zenészek, akik előttük táncolnak, hanem tudják, hogy lassan szeret táncolni, és elkezdik vissza, tehát a prímás elkezdi visszafogni a táncnak a gyorsaságát, a zene gyorsaságát, ezzel gyakorlatilag már csalogatja, vagy várja. És ez bemennek a nagyon fontos, hogy valaki mikor az dallam megszólal, a 80-90-es években ebben a faluban, ha bárki állt kint, és akkor tudta, hogy két emberről lehet szó, aki a zenész előtt táncol. Visszateszem, mert hogy a János bácsi, ahogy meghallja a dallamot, egyből bólint egyet megköszönni, összebólintanak a zenésszel. Tessék meg.
most valami nem indul el. Kezdhetjük előre, elnézést. Majd lesz, hogy a lábuk is, hogy a miért. Sanyi, most se a zenét, se téged nem hallunk. Mit nem hallasz, Andi? Sanyit, se a zenét. Se a zenét, se a Sanyit. Sanyi akadozik, mert hogy megy a videó. Aha. És... az eddig ment a zene. Aha. Most? Mi a helyzet? Nem. Jó, mindegy. Majd. Előleg megosztva van, mert ott a piros keret. A videót látjuk, csak nem halljuk. Ha. Jó, majd. Jó, visszamegyünk a PowerPoint-ra. Itt akartam volna mutatni, ezt most nem mutatom, egy másik felvételt is, ugyanazon a táncalkalmon készült, ami meg arról szól, hogy szintén egy pár táncol, és hogy ott a nő sokkal aktívabban vesz részt a koreomuzikális folyamatok alakításában, tehát folyamatosan bepörög a férfi és az emészek közé, és látványosan akadályozza a férfinek a csapásoló performanszát. És akik ráadásul sorban állnak jobb oldalról, az első helyen álló, várakozó férfi, az neki volt hát, hogy ex-e, akihez így néha így könyökkel így hozzá. Tehát, hogy így nagyon szépen látjuk, hogy van egy olyan kommunikációs folyamat, ami egy csomó társadalmi többet jelentés hordoz, tánc közben meg se szólalna, de hogy az történik, hogy férfi és a nő, tehát párban kommunikálnak egymással, a résztvevőkkel, akik ott állnak velük is kommunikálnak, meg még a zenészekkel, és ebben vannak gesztusok, ebben van egymásra nézés, és van proxemika, van térhasználat, szűkítjük, tágítjuk, használjuk a teret. Tehát itt tényleg több szintű kommunikáció van, és ezt csak úgy lehet felfejteni, hogyha az ember csinálja is, kamerával is jelen tud lenni, és meg tudja kérdezni a felvétel alapján a helyieket, hogy miről is van szó. És a két megkísérlek még bemutatni két rövid részletet. Ugye a zenészeket általában egy úgynevezett cigánypadra szokták ráültetni, ami kicsit kiemeli őket a táncolókból, főleg a szoknyák zavaróak, a csapódnak, ugye elütik a hegedűt. Tehát, hogy kicsit kiemeljék őket. És vannak olyan falvak mezőség nyugati részén, ahol a cigánypadok, mint hangkeltő eszközt is használják, tehát rugdossák a táncosok, megütögetik. És hogyha amikor megjelent, tehát amikor átköltöztették a táncot a művelődési házban, és ugye ott magasra került, nem kellett cigánypad, eleve fönt voltak, akkor külön kitettek egy erre szolgáló padot a nézőtér végében, hogy tudják
És ez, most nagyon örültem, hogy tegnap éjjel megtaláltam ezt a felvételt. 1994-ben Erkenyesi felvétel. Egy nagypapa táncol, úgyhogy az unokájnak a barátai zenélnek neki. Ez egy megrendezett táncfelvétel, de nagyon szépen lehet látni, hogy a zenészek is, négy tagú zenekar, a zenekaron belül hogy kommunikálnak, pont jól látszik, és hogy a táncost hogy tudják kísérni, hogy hol az egyik, hol a másik figyel rá jobban. És az egész úgy működik, majd meg fogják látni, mint egy ilyen nagyon pontos svájci óramű. Tudom, ez elég győző. Olyan sok mindent kéne még mondani, és már nincs túl sok idő. Úgyhogy igazából csak arról szeretnék talán összefoglalóan beszélni, hogy mind a páros, mind a legényes táncok esetében ez nagyon fontos, és mind a mai napig, ha előfordul ilyen tánc, mert a mai napig nagyon fontos ez a táncos-zenész kommunikáció, illetve a tánc és zene közötti kommunikáció. És ugye itt a ritmust vizuálisan próbálják meg összehangolni az előtte táncolókkal a zenészek, tehát lábuk alá muzsikálnak, ahogy mondják, ugye ezzel jobb előadásra ösztönzik őket, akár a tempó gyorsításával, lassításával tudják befolyásolni a táncos előadást, támogatják a táncbeli zárlatokat, hangsúlyos mozdulatokat, és hát egy pozitív érzelmi hatást tudnak azzal fokozni, hogy az előtte táncoló kedvenc dallamát zenéli. És ugye itt gyakorlatilag arra is figyelnek, nyilván itt kell egy hosszú távú tapasztalat és egymás ismerete, hogy ki hogy szeret táncolni, és milyen dinamikával mozog, és ezt nagyon szépen látszik nagyon sok táncfilmen. Megpróbálja kiolvasni, ugye a zenész a mozdulatsor dinamikájában, hogy mi lehet a következő mozdulat. Az előző klipben egyetlen egy apró hiba volt, egy zenei kiállásnál a bőgős még rátolt egy most egy nyolcadot talán, és az összes zenész egyből oda nézett. És hát ugye, hogyha megnézzük ezt az egész történetet Revival szintéren, akkor komoly kontrasztokat lehet látni, mert hogy nagyon sok esetben a táncházban külön entitásként működik a zenekar meg a tánc. Optimális esetben figyelnek egymásra, főleg, hogyha ismerik egymást régebb óta, de a legtöbb esetben nem ez az optimális eset van. És ugye ez feltűnik
helyieknek is, és itt ezzel a úriemberrel, Fülep Palimarcival csináltunk nagyon sok interjút erre vonatkozóan, mert hogy ő részese annak és ennek a szcénának is, és nagyon szépen tudja elmagyarázni, mik a különbségek, Tehát van olyan banda Magyarországon, akik tényleg jól megtanulták a széki zenét, de vannak olyan zenészek, hogy ide jönnek, muzsikálnak, lakodalmat, mindent, és a székiek mondták, hogy jól húzzák, de igazából nem tetszik nekik, pedig első osztályú zenészek. De hogy nem működik ez a fajta kommunikáció, erről most nem mutatok félvételt. Viszont a Zsoldos Pista bácsi, akitől én közel 10 éven keresztül tanultam táncolni, ő mindig arra figyelmeztetett, hogy ne a saját testemmel legyek elfoglalva, hanem a zenére koncentrálja. És ez nagyon fontos, tehát hogy egymásra. És hát itt a Palimarcinak volt egy nagyon jó ideillő mondata, hogy az egymásra való odafigyelést is meg kellett tanulni nekik, nem csak zenélni, hanem az egymásra való odafigyelést, és ez igaz a zenekaron belül és a zenekaron kívül is. És ennek megvannak a hangszertechnikai kérdése, és ezzel már foglalkoztak magyar kutatók, tehát a Jánosi András például írt egy nagyon jó tanulmányt ezzel kapcsolatban, hogy hogyan üzennek a zenekaron belül egymásnak zenészek, különböző módon kezelve a hangszereiket, és ahogy zenélnek ezek az emberek, úgy ez a játékmód messze menően a táncigényeihez való alkalmazkodásnak a jele. Hát itt még nagyon sok minden lett volna. Hoztam volna egy ellenpéldát is, volt olyan kiváló táncos, aki tánctechnikailag kívülről nézve pazar táncos volt, de mivel adott egységi idő alatt kétszer gyorsabban meg tudta forgatni a lábát, ezért a dinamika nem passzolt, és annyira zavarta a zenészeket, hogy szintén híres zenész mondta, hogy mindig, hogy távolítsák el előle, mert egész egyszerűen nem elviszi a kezét. Vagy úgy zenél, hogy félrefordul, vagy nem tud neki zenélni. Tehát itt arról van szó, hogyha egy sikeres performance-ról szeretnénk beszélni, akkor közös produkcióról és közös performance-ról kell beszélni. Ez külön nem él meg ez a két történet. És együtt tapasztalják meg azokat az érzelmi hajtóerőket, amik egyre jobb teljesítményre sarkalják ezeket a részvevőket ebben. És hát itt a tánc minőségéről zenész szemmel hoztam volna néhány példát, ezek a technikai átállások néhány percet azért elvették itt az életünkből. És ami nagyon érdekes, hogy ez sem nem mindegyik zenekar, és nem mindegyik faluban működök így, és hogy ezt is elképzelhető, ha időben kezdtük volna ezzel foglalkozni, akár dialektális eltéréseket is lehetett volna, mert úgy tűnik, hogy Kelet-mezőség fele indulva ez egyre kevésbé kap szerepet, ez a táncnak ilyen szintű zenekari támogatása, például a budaterkiek hozzátesse, se tudtak szabolni ehhez a témához, hiába kérdezgettük őket, és próbáltuk ugyanezeket a kutatásokat megcsinálni velük. És hát itt ugye András Falvi Bertalan hallgatóság nélküli népművészet tanulmányára utalva, itt nem egyéni népművészetről van szó, itt egy közös produktumról van szó, ez mindig kell, meg többen kellene, sőt úgy az igazi, ha egyszerre többen vannak, és többen tudnak részt venni. És hát ez műfaj függő. Tehát, hogy ezt nem lehet mindenféle zenével és mindenféle tánccal megcsinálni, ez speciálisan erre a műfaj, ezekre a műfajokra igaz, és kell egy nagyon magas fokú zenei és táncos tudás. Magas fokú tudás abban, hogy hogyan figyelünk egymásra, és ezeket be kell tudni illeszteni műfaji keretekbe, és többször megéltem, megéltük azokat a helyzeteket, amikor tényleg
szinte katartikus élménybe hajszolták bele egymást a táncosok a zenészekkel, annyira figyelve és támogatva egymást, tehát itt volt itt egy nagyon komoly érzelmi összehangolódás is. Tehát az esztétikának nagyon is van, az együttműködés esztétikájának nagyon is van szerepe, mert ugye ez az a pillanat, amikor megjelenik a kommunitás, mondta Turner, tehát amikor úgy érzed, hogy minden helyén van, és mindenki szabad és egyenlő, és egy cél érdekében mozog, és tényleg azt gondolom, hogy ez nagyon fontos a közösség és az egyén szempontjából is. És hát ha még egy annyi van, hogy ezt elolvassuk, akkor tehát, hogy a cigány zenészek és a falusi táncosok között húzódó társadalmi szakadékot régóta működő szokások keretein belül hidalták át újra és újra, minden egyes performance a társadalmi pozíciók megerősítésének újra tárgyalásának is teret adott, és ez nem csak a táncos zenész viszonyra igaz, hanem férfi-női viszonyra is igaz, sőt, merem állítani, hogy prímás kontrás viszonyra is igaz, tehát minden résztvevő részesült ebben, és a stimulusokat adó, kezdeményező személy egyfajta autoritást birtokol, amelynek változékony jellege hatással bírhat a koreomuzikális performance sajátos területén kívül is, tehát a társadalmi autoritások hierarchikus felépítésére is hatással lehet. A táncos-zenész kapcsolat formális kerete rendkívül összetett és önmagában is érdemes elemzésre, de az ehhez informálisan kapcsolódó koreomuzikális interakció jelentősége a társadalmi jelentésekben keresendő. A falusi táncélet már gyökeresen átalakult ahhoz képest, amilyen a 20. század nagy részében egész mezőségen volt. A cigányzenészek számára azonban továbbra is fennállnak a koreomuzikális intimitás által kínált lehetőségek a társadalmi újrapozicionálódásra, és ezt látjuk a táncház mozgalomban, hogy beintegrálódnak ezek a falusi zenészek, használják ezt a tudást. Tehát, hogy teljesen másképp működik egy magyarországi táncház, hogyha a magyar palackai zenekar muzsikálja a magyar palackait, mint hogyha helyiek muzsikálnának magyar palackai. Tehát, ahogy említettük, a koreomuzikális performance pillanataiban történő határátlépések leginkább átmeneti jellegűek, de hosszabb távú hatásaik is lehetnek, és hát néhány erdélyi cigány muzsikus számára a zenélés a legnagyobb megbecsültség, a sikeres karrier, és az ezáltal járó pozitívabb önértékelés vezető, felé vezető útat jelentette. Figyelmet. Hát mi is köszönjük szépen. És elnézést itt a Teams másik oldalán ülőktől, hogy nem tudtam mindig jól megoldani technikailag ezt a feladatot, de ha látnák, hogy milyen zsinór erdőben ülök itt, akkor nem csodálkoznám. Becsüljük a küzdelmet önmagáért, és igen. De szerintem egészen jól összehangolódtatok a Teams. Így éreztétek egymás mozgását. No, hülyeséget félretéve, akkor itt az idő arra, hogy kérdéseket tegyünk fel, tegyenek fel. Sanyi, légy ki ebből, légy kedves, hogy lássuk, vagy menj rá a Teams-re, hogy lássuk, hogy ott van-e, onnan van-e kérdés, illetőleg az itt helyben levő hallgatóktól, kollégáktól is várjuk a kérdéseket. Oké. Okay. Jaj, gyere egyszer a telefonhoz. Elnézést, hogyha nem jól figyeltem, csak fennakadtam a mezőségnél, hogy egy másfajta fejlődési irányba ment, talán elfogalmaztál az elején, mint a többi terület. Nem értettem meg a végére, hogy ez mit jelentett nem, igazából. Azzal kapcsolatban mondtam, hogy... Várjál, most szerintem megjelentem. Tehát azzal kapcsolatban mondtam, hogy van egy pozitív mítosz a mezőségnek, amiben túl hangsúlyozzák a ennek a területnek, a kultúrájának az érintetlen idézőjelet, mi volt át, hogy nem változott az idő, megállt, stb. És hogy ez nem igaz, nem állt meg ott sem az idő, hanem egy sajátos irányba fejlődött pont azért, mert hogy egy olyan infrastruktúrális, meg olyan gazdasági helyzetben volt nagyon sokáig, most ez már jelentősen oldódott, mert hogy Kolozsvár most már gyakorlatilag kiír
gyakorlatilag mezőség olyan közepéig, tehát hogy annyira akkor az agglomeráció, és nyilván itt az infrastruktúrális lehetőségek azért most már telefon, internet, stb. Stb. De ez egy sajátos irányú fejlődés volt, csak egy, vagy változások, tehát hogy, hogy nagyon gyorsan felvették például viseljek azok a, azokat az új technikai eszközöket, amikkel lehetett kommunikálni, és sokkal gyorsabban, most is tele van velük az Instagram és a Facebook, de még azért még mindig azon gondolkoznak, hogyha meghal valahol a, mondjuk egy falusi városban, hogy hazamerjék el vinni, mert hogyha hazaviszik, akkor lehet, hogy a jég elveri a határt. Tehát, hogy, hogy ezzel kapcsolatban egy csomó tradicionális gondolat, vagy kultúrás jelenség meg lappangva, de mégiscsak jelen van az életükben. Azért kérdeztem én ezt, mert... Azért maradt ez meg bennem, mert nekem a mezőségről nagyon megmaradt az a másik új stílus, ami ott elkezdődik, és nem for ki, mint a magyarországi új stílus, amiről Vargyas Lajos ír, hogy tulajdonképpen amikor a mezőségen a jajnótákat ők megtalálják, akkor ez egy pont ilyen szerves fejlődési folyamat közepén lévő zenei és tánczenei nyelv, és pont ezért nem kapcsolódik talán annyira a szöveg meg a dallam, és a, kezdik el a székiek is a nem tudom, harmadik sor közepén a bármelyik szöveggel, a, hogy ez egy pont egy olyan ilyen folyamat, változási folyamat közepén van akkor a mezőségi zene, és akkor megint ilyen tök külön utakat jár, aztán tulajdonképpen ezt az egészet a magyarországi új stílus elsodorja azzal, hogy jaj, de jó, ez egy mindenkinek nagyon tetsző stílus akkor, tehát nem fejlődik ki, vagy nem terjed el, de Vargyas Lajos tulajdonképpen azt írja a Magyar Népzene című kötetben, hogy ő úgy gondolja, hogy ez egy önálló új stílus, kezd akkor kibontakozni ott, amikor a népzene kutatók rá találnak, és ezért maradt ez meg bennem, mert akkor ilyen értelmei párhuzamot találtam, hogy akkor is, mintha egy kicsit külön utakon járt volna, és akkor ezen gondolkoztam el, hogy vajon miért pont a mezőség ez gazdaságilag, társadalmilag, ökológiailag, nem tudom mi. Ez az elzártság, ez a 17. században már javában létezett, tehát ugye ezzel most, hogy ez még akkor is bizonyos értelemben volt, mikor a cserediákként jelen voltam, vagy jelen voltunk. Ez ugye ennek megvan a története, de hogy alapvetően, és ami itt nagyon sok, azt gondolom, hogy mielőtt ott bármiféle új stílus igazából uralomra törhetett volna, addigra a modernitás ezt a történetet elintézte. Tehát, hogy igen, elkezdődött valami, és mivel hogy annyira elzárt terület volt, hát Rettegi György írja az 1500-as években, hogy mezőség közepén él egy udvarházban, és hogy Olaszországban volt egy, most tudta meg, hogy Olaszországban volt egy hatalmas nagy földrengés, és mennyi kár, mekkora kár, és mennyi halott. Hát igen, csak 150 évvel korábban volt az tehát, hogy és nem... Igen. Én első körben a zenés táncos és a zenészek közötti interakcióról szó volt. Az én szemeim előtt megjelent a 69-es Boncidai gyűjtésben. Az látszódik, hogy a zenekar nem a táncosok, az előtte lévő táncosokra figyel, hanem kifelé, és azután kommunikálja le a zenekarra, hogy lehúzás következik. Tehát ezeknél a filmeknél abszolút kell szerintem számolni a kutatóknak a belenyúlásaival. Tehát ez tényleg csak egy megjegyzés volt, de hogy ilyen szempontból is szerintem ez érdekes. Illetve ez egy kicsit hipotetikus kérdés, mert tudom, hogy nem ez tanár úr szakterülete, de hogy például Kalotaszegen hasonló vizsgálatot lehetne végezni zenész-táncos interakcióban, hiszen azért az a terület mondjuk a nádasmentek kifejezetten
tele volt olyan zenészekkel, meg olyan táncosokkal, akik között egy ilyen kialakulhatott. Igen, hát az élő zenének most is Kalotaszegen ott, a Nádasmentén ott most is nagy a jelentősége, nagyon komoly bálakat tartanak kalotaszegiek, és élő népzenével gyakorlatilag is működik. Tehát abszolút. Ugye itt az első kérdés, vagy a megjegyzés első részével kapcsolatban csak annyit tudok mondani, vagy amire szerintem érdemes odafigyelni, hogy minden egyes táncgyűjtés az egy külön táncalkalom, és egy külön történet. Ezekről narratívák szólnak, ezeknek meg, hogy van eleje, közepe, vége. A kutató, a kutatottak, a zenész, a táncos, azok mind ott találkoznak, és együtt alakítják ki azt a helyzetet, amiben ezek a ha tetszik, törvényszerűségek, vagy éppen szokások, ezek vagy éppen működnek, vagy nem működnek. Tudunk olyan felvételről Gerend keresztúron, hogy a Prímás mellől kihalt a zenekar, és városi zenészeket hoztak, hogy a táncfilmezést meg tudják csinálni, de a városi zenészek meg nem voltak hajlandók lealacsonyítani a Prímás mellé. Tehát még a Prímás a táncosok felé muzsikál, a kísérete háttal neki. Uh-huh. Tehát háttal leülve, hogy véletlenül se gondolja azt a Prímás, hogy oké, hogy ő a Prímás, de hogy ő valamit vezethet, vagy bármit, ők városi zenészek, nem, tehát hogy háttal ülnek az egész történetnek, kilógnak az egész történetnek. Tehát hogy sok ilyen történet van, ha erre annak idején nem ezzel a céllal mentek ki, nem ezzel a céllal gyűjtöttek, nem erre figyeltek Martin Györgyék. Egyébként vannak feljegyzések, ami azt mutatják, hogy észrevették ők ezt, de nem ez volt az elsődleges cél, hogy ezzel foglalkozzanak. Ebből a szempontból a táncgyűjtéseink nagyon rosszul dokumentáltak, tehát nem tudjuk nagyon a kontextusukat, és amikor utólag próbáljuk megvizsgálni a kontextust, akkor hogy mi történt ott valójában, hogy szervezték meg, ki kinek segített, vagy kinek próbált betartani, hogy most a román kommunista párt kit hagyott táncolni a felvételen, kit nem, stb. Tehát, hogy rengeteg olyan történetbe bele nyúlunk, ami aztán teljesen más világításba tesz, akár formai dolgokat is, amik aztán kanonizálódtak, akár a tudományban rosszul, akár vagy rosszul, tehát kanonizálódtak, meg akár a táncház mozgalomban. Tessék megnézni 1969-es Széki filmnek a Porkáját, ahogy kezdik a Porka tánc, rossz lábbal kezdél a férfi. Ez egy szabályozott tánc, mindenkinek ugyanazzal, ugyanarra az ideje rossz lábba. Hát őt a kommunista párt delegálta, nem volt ő olyan jó táncos, hogy ott legyen, de mint delegált, neki kellett vezetni a Porkát. És a második táncos, aki nézte, hogy mi van, megvártam, hogy jó messzire elhegy az illető, hogy nem zavar, és akkor elkezdte rendesen, és végig tudta vezetni a sort. És közben azok, akik még szintén mondjuk így, hát Martin György elvárása szerint ott lett volna a helyük, nekik a nagybátyjuk éppen akkor volt bezárva politikai ügy miatt, és az egész család le volt tiltva a filmen való megjelenése. Említetted, hogy a Széki táncok nagyon különböznek, és hogy meg itt a nemesek is szóba kerültek már, és ugye ezt a táji különbségekre is kitértél, hogy tehát egy mezőségen belül is változik, hogy átmenetek vannak, és hogy ugye a székiekről azért tudjuk, hogy ők kilógnak társadalmilag is a mezőségből, és hogy az ő táncaiknak a mássága, meg esetleg a nemesi kultúrának az erőteljesebb jelenléte, ez hogyan hatott, vagy lehet erre vonatkozóan adatokat? Igazából ez azért nehéz kérdés, mert hogy ott a székieknek a parasztpolgári, vagy polgárból parasztá váló folyamatáról. Egyébként azt gondolom, hogy a Kóskár meg a Nagy Olga is nagyon jó dolgokat írt, és pont Nagy Olga volt, aki a táncban is egy csomó mindenre odafigyelt, hogy is volt annak a filmnek a címe, hogy Kinő az ember a meséből, ezt ugye vele lecsináltak, és így gyakorlatilag arról szól, hogy amikor a tradicionális
falu a világháború után térszesítés hatására megnyílik nagyon erőteljesen a város felé, és hogy mely falvak hogyan reagálnak. Ott 4-5 falut nézett meg Kalotaszegi Székely mezőségről, és Széket is nézte, és ugye 5 különböző stratégiát mutatott be, hogy hogyan reagálnak, és ugye Széki volt a legspeciálisabb ezen belül, mert hogy a székiek akkor már 100 éve egy olyan helyzetben éltek, amit ők igazából nem olyan akartak elismerni, vagy elfogadni, hát még most is azt mondják, hogy székváros, nagyközség, székváros. Tehát ugye elveszítik a város jókat, a vásártartás jókat, bezárnak a bányák, stb. És gyakorlatilag nem csak státuszban, hanem mindenben arra szintre süllyednek, mint az általuk egyébként mélységesen lenézett jobbágy falvak a környezetben. És hát ugye van köztük néhány nemes is, azt tudjuk, de hogy a nemesi kultúra itt hogyan ütközik, én azt látom, hogy ott egy ilyen, van egy ilyen kollektív ellenállás, amit Nagy Olga is írt, abszolút látszik a mai napig, minden ellen, ami kívülről jön, és ők nem tudják a maguk arculatára fordítani. Van egy komán széken, tehát keresztelteni gyereket, ott a konyhának a belmagassága már 25 centével kisebb, mint amivel kezdtünk, amikor annak idején átépítette, mert hogy minden 5 évben új padlódivat jön, és azok már fő se szedi, már csak ráteszi a következés. Ugyanazok megvannak, ugyanazok a családok, a sallaiak, unguváriak, akik diktálják, akik akkor valamikor is diktálták. Ugyanúgy hagyományosan követnek minden mintát, amit ezek a vezér egyéniségek kitalálnak, és a hagyományt működtető háttér tár az ugyanúgy van beállva valahogy az ő fél. És amikor a táncház mozgalom már kezdett nekik terhes lenni, meg már nem tudták eladni a portékájukat, akkor egyöntetően fordultak szembe a néptánccal meg a népzenével. Ugyanolyan együttettem, mint hogy korábban táncolták. Nekik a történeti tapasztalat, én azt gondolom, ez az egyöntetűség, hogy össze kell zárni, mert különben baj van, mert ugye ezt 100 éveken keresztül, ez egy kívülről mindig jött valami, akár az arányosítás, a Kóskály nagyon jól írja a könyvébe az arányosításnak. De hogy ez, hát például ott a körben járt tánc, igen, és akkor most akkor válaszolok a kérdésre. Tehát az, hogy ott maradt meg a legtovább, hogy körben járják a legényest például, az én véleményem szerint egyértelműleg ennek a fajta, ennek a helyzetnek a szimbolikus megjelenítésre. Az összes többi faluban egy 10-15-20 évvel a arányosítás után fölbomlik a kör, és elkezdenek egyénileg. És megy fölfelé a tempó, megy fölfelé a motivumoknak a bonyolultsága, a száma. Tehát van, mint Kalotaszegen van egy ilyen... És ez az a jelvő gazdaságilag is jobban differenciálódik a falu. Lehet. Különböző státuszú ember egyéneknek a közösségére vonni. Hát ott a székiek azok még most is, tehát óriási gazdasági versenyben vannak egymással, de mindenki erőfelül teljesít, hogy a mércét megüsse, hogy a közösséghez hozzá tudjon tartozni. Én nem látok ott, van nyilván, de én inkább azt az erőfeszítést látom, hogy mindenki törekszik ahhoz a nívóhoz, vagy ahhoz a, hogy benne tudjon maradni a közösségben, bármit is jelent az. Még a Szegedre elköltözöttek is. Még egy utolsó kérdés, akkor azt a Virágnak adjuk a lehetőséget. Nekem az lenne a kérdésem, hogy az, hogy egy kicsit úgymond egyénizálódik ez az egész történet maga a tázban, hogy már mondjuk nem körben járják regényest, hanem egyébben is egyre bonyolult figurák vannak. Ez mennyire befolyásolja azt a folyamatot, hogy ahogy így a táncban, meg ezekkel a mozdulatokkal, ugye így úgymond egy kis szocializációt is kap az ember, ugye, hogy kicsikorban is megtanulják ezeket a folyamatokat, hogy körben úgymond egységesen mozgunk, nem akarunk kitörni belőle, és az, hogy úgymond
individualizálódik most így a 21. század, meg az, akkor így ez mennyire, ezeken a szociális folyamatokon mennyire lehetőek észre. Nem tudom, hogy sikerült-e legyen vele. Kérdés nem egyszerű, viszont bonyolult. Tehát ugye, hogyha itt a... Jól értem, hogy menjünk bele tánctanulásba például? Uh-huh. Tehát azok a táncok, amit mi tradicionális táncoknak nevezünk, azok ott már nem népszerűek. Vagy csak olyan értelemben népszerűek, hogyha bizonyos családok, amiket a hagyományőrző mozgalom kitermelt, kiemelt, rásütötte a bélyeget, hogy ez akkor ott az egy, mondjuk egy ilyen családi feladatként jelentkezik, hogy tudjon a gyerek táncolni. Tehát, hogy azok a közösségi alkalmak, ahol a gyerekek megtanultak együtt táncolni, és mondjuk együtt szocializálódni, egy kicsi tánc vagy aprók tánca, az a legtöbb helyen eltűnt, vagy pedig a hagyományőrző mozgalom, a helyi hagyományőrző mozgalom nagyon sok esetben politikai, gazdasági támogatással működteti, de ez nem öleli fel az egész közösséget, vagy az egész falu közösséget, tehát hogy a diszkóban szocializálódnak a fiatalok, és van néhány külön utas, aki még ehhez képest még mondjuk megtanulja a néptáncot, hogyha úgy tetszik, és hogy vagy azt is érdekes megfigyelni, hogy azokon a helyeken, ahol mondjuk még a szülők tudnak táncolni, és még a lakodalomban előfordul, hogy táncolnak, hogy ott másképp táncolnak a gyerekek, és kicsit másképp viselkednek társaságban is, mint az olyan területeken, ahol a szülő már nem tud, már csak a nagyszülő, és a gyereket meg mondjuk a táncház, vagy a néptánc mozgalom meg beviszi egy ilyen tanulási helyzetben. Bocsánat, tehát, mit értesz azon, hogy máshogy viselkednek a társaságban? Azt értem például, hogy azok a tehát hogy egy mulatságba összegyűlő társaságban ugye gyorsan kialakulnak azok a szerepek, hogy ki viszi a hangot, vagy ki énekel, kit követünk, ki zenész kihez áll oda, egy csomó minden olyan dolog történik, amiben így lehet nagyjából olvasni, és hogy például a széki fiataloknál, mondjuk egy lakodalomban, az még abszolút működik, hogy tudják az idősebbeknek a nótáit, előfordul, hogy énekelnek velük, tudják, hogy hogyan kell összeállni, énekelni. Nem tudom én. Ilyen. Igen. Mai magyarországi táncházban mennyire figyelhető az meg, hogy itt is így kialakulnak ezek a hierarchikus szerepek, vagy már más szempontból valósulnak meg ezek? Abszolút megfigyelhető, hogy egy tánctudáshoz kötött alapvetően, vagy bizonyos tánccsoportoknak a presztízséhez kötött a történet, úgy látom, nem mély jutam el, de tudom, mint résztvevő nagyjából erre ezt tudom mondani. Míg ugye itt ebben az esetben egy olyan fajta társadalmi autoritás is megfigyelhető itt a mezőségi esetekben, hogy TSZ elnök, stb. Tehát, hogy egy olyan csomó minden más szerepet be tud hozni magával egy tánc alkalomra, ami aztán szimbolikusan megjelenik, és amit ki lehet olvasni, vagy amire rá lehet jönni, ha sokat foglalkozik vele az ember. Ezek leegyszerűsödnek bizonyos értelemben a táncházban. Tehát ugye ez egy szórakozási forma, ahonnan bejönnek sok esetben teljesen ismeretlenek, és hogy ki mennyit táncol a zenekar előtt, meg hogy táncol, hogy viselkedik, stb. Az leginkább a tánctudásával függ össze, ami érthető is, mert hogy bemegy egy profi táncos, az teljesen más testtechnikákkal
testtudattal rendelkezik, mint valaki, aki tényleg az utcáról jön be, és akkor elkapja ott a közösségi lendület, vagy bármi más. Tehát, hogy itt a tánctudás ebben az esetben, amiről, amit most, ebből a szempontból az fontosabb itt, vagy jobban megragadható, szerintem. De hát, mondom, ezt így, ilyen értelemben nem kutattam, nyilván ez itt a jövő feladatai közé tartozik. No. Akkor nekem az a nehéz feladatom van, hogy azt kell mondjam, hogy itt 5 perc múlva mindenkinek órája kezdődik szinte, hogy véget kell vessünk a zenének. És nagyon szépen köszönjük, Sanyi, az előadásod. Hihetetlenül élveztem, főleg azokat a részeket, amikor a saját terepedről beszéltél, hogy milyen hihetetlenül jól ismerted, hogy ki kivel micsoda, és ez hogyha a táncban nyilván a saját anyagodat máshogy tudod elemezni, mint a táncfilmeket, úgyhogy ez döbbenetesen izgalmas volt. Köszönöm szépen, és akkor jövő héten szerintem a Neich Noéminek az előadásával folytatjuk ezt a szemináriumot. Addig is kitartást, ezt a hetet már kibírjuk addig valahogy. Köszönöm szépen a figyelmet.